Parlamenti fogadóra, a centrumban pedig Kőbánya egyik jellegzetes és nevezetes területe, mégpedig a Népliget, és ennek az igazán fantasztikus területnek a különböző változásairól, lehetőségeiről beszélgetünk, hiszen végül is zajlik egy program, bár őszintén szólva drámai nagy változások nem érzékelhetők a Népligetben, de mi történik? Igen, itt igazából 3 éve elindult már egy folyamat, ezt a fővárosi önkormányzat végzi, úgyhogy korábban még a bizottsági tagjukként volt szerencsém belefolyni a munkába. Itt azt kell látni, hogy történt egy kérdőívezés, egy felmérés egész Budapestre, hogy milyen igények vannak a Népligettel kapcsolatban, illetve milyen vágyak, és akkor ezek alapján, de hát nyilván valamilyen megkötésekkel készült egy stratégiai terv, aminek a fókuszában leginkább az volt, hogy itt ne történjenek beépítések, itt a zöld terület egy érték, és igazából ezt szeretnék fejleszteni, meg ezt szeretnék olyan formában a környékbeliek, illetve a használók elé tárni, hogy ők azt minél kényelmesebben használhassák. Tehát itt olyan beavatkozásokról lenne szó, hogy például legyenek illemhelyek, legyen valamiféle szolgáltatás, de hogy semmiképpen se történjen az, mint például a Városliget esetében, hogy nagyon sok intézményt bevittek a parkon belülre, és emiatt egy picikét ilyen tumultus lett a parkban. Tehát történt egy felmérés, egy stratégiai terv, és akkor sokan most kapták csak fel a fejüket, amikor az ötletpályázat lezárult, hiszen a stratégiai tervet követően kiírtak egy ötletpályázatot. Ez egy nagyon érdekes műfaj, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, hogy akár a legvadabb fantáziájukat is elengedhetik a különböző kertépítő, tájépítő szakmák, és próbálhatnak valamilyen ötleteket ezáltal becsatornázni. És ezeknek az ötleteknek a nagy része általában nem valósul meg, de mindenképpen jó visszajelzés, mert lehet, hogy csomó olyan dolog felmerül, amire korábban mondjuk nem gondoltak a tervezés során. Hogy itt tartunk most, és hát kíváncsian várjuk, hogy hogyan folytatódik majd a tervezés, hiszen ez azt jelenti, hogy lezárult az ötletpályázat, begyűjtöttek sok ötletet. Ezeknek egy része mondjuk nem nyerte el a civileknek a tetszését, hiszen nagyon nagy beavatkozás lenne, de mindenképpen születtek jó ötletek is, és meglátjuk, hogy majd mi kerülhet be ezek közül a végleges tervekbe. Szervezetileg végül is hova tagozódik be ez a feladat, ami hát azért is érdekes, mert nyilván minden jelentősebb változás hátterében ott van a költségvetés, azaz a pénz. Ez így van, és ezt alapvetően a fővárosi önkormányzat végzi, de az fontos megemlítenem, hogy ebbe már a kezdetek kezdetén bevonták a Népligetben aktív civileket, hiszen van egy civil csoport, a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért civil csoport, és hát gyakorlatilag ők már a kérdőívezéstől a folyamat részesei lehettek, de különböző workshopokat is tartottak, tehát tényleg nagyon igyekezve annak érdekében, hogy itt a társadalmi bevonás megtörténjen. A költségvetés az egy nagy gátja ennek az egésznek, bár azért nagyon régóta vannak olyan hangok, hogy itt igazából olyan nagy beavatkozásokra nincsen szükség, rendezni kell a kaputérségeket, hiszen ahogy például most jelenleg a metrótól el lehet jutni a Népligethez, az nyilván nem egy kellemes környezet, rögtön ott a kaputérségben érdekes környezet fogad minket, ott a bódékkal, meg a leaszfaltozott, lebetonozott, terelőkkel ellátott terület, úgyhogy ezt mindenképpen rendezni kell, és itt is alapvetően a zöldítés a cél, illetve hát nyilván a másik kaputérségek a Vajda Péter út felől, Fertő utca felől, az Üllői út felől, ugye gyárdülő felől nagyon nehezen használhatók jelenleg, úgyhogy erre is majd mindenképpen oda kell figyelni. Úgyhogy ezek inkább koncepciófüggőek, nem pedig az, hogy nagyon-nagyon sok milliárdot kellene rászánni. Ami mondjuk drágább lenne, az valóban az illemhelyek elhelyezése, illetve hosszú távú célként megjelölhető mondjuk a planetáriumnak az újrahasznosítása vagy újraindítása. Ezek inkább költségigényes beavatkozások lennének. Meg talán ebbe a kategóriába tartoznak az utak is, az ember mondjuk biciklizik a Népligetben, akkor könnyen olyan útra téved, ahol hát érzékelhető, hogy már eljárt fölötte az idő.
Ez így van, és az utak esetében is nem csak az fontos, és szintén szerepel egyébként a stratégiai tervben, hogy a burkolat minősége javuljon, hanem az, hogy ezek az utak leszűküljenek. Ezek egyébként korábban, ezeknek történelmi jelensége van, itt autóversenyeket rendeztek a Népligetben, amit nyilván ma már azt mondjuk, hogy hát egy közparkban nem való. Tehát ezeket is szeretnék például leszűkíteni, és akkor ezzel is nőne a burkolt felületek kárára a zöld felület értéke. Végül is a dinamizmus a folyamatnak az valamilyen 1-10-ig terjedő listán hogy értékelhető? Nehéz erre választ adni, mert a prioritásokat mondjuk a stratégiai terv valamilyen szinten kijelöli. Mi mondjuk parkhasználók, mert nyilván én is konzultálok rendszeresen a civilekkel, a legégetőbb problémának az illemhelyek hiányát értékeljük, illetve egy nagyon-nagyon fontos kincsnek a valamilyen szintű rehabilitációját, ez pedig az országpark, ami a Budapest Egyesítésének a 100. évfordulójára jött létre, és ide minden magyarországi megye valamilyen térművészeti alkotást felajánlott, vagy valamilyen tájegységre jellemző növényzetet hozott. Ez egy nagyon értékes része a Népligetnek, sajnos az a baj, hogy az elmúlt 50 évben ez rendkívül lepusztult, de itt is vannak jó hírek egyébként, hiszen most a BME urbanisztikai tanszéke egy ilyen hallgatói projekt keretében felfigyelte erre a területre, és valószínűleg a Budapest 100 programsorozatba beillesztve itt meg fog valósulni valamilyen közösségi programokkal kiegészített növényzetfelújítással kiegészített projekt. Itt olyanokra kell gondolni, itt sem nagy beavatkozások, ahol például korábban vízfelületek, szökőkutak, csopogók voltak, ott nyilván ezt nagyon költséges lenne helyreállítani, de mondjuk különböző növényekkel, jellegzetes mintákkal megpróbálják ezt, hogy különböző közösségi programok felmerültek, például petangpálya, vagy valamilyen közös bográcsolás, sütögetés. Tehát ilyen apró dolgok, amikkel egy picit vissza lehet ide csábítani az embereket, hiszen az elmúlt időszakban eléggé indokolatlanul, de rendkívül sújtotta a Népligetet a rossz híra, ami egyébként főleg inkább a kaputérségek környékén, ott a metró aluljáró buszpályaudvar környékén volt jellemző, tehát nem magában a parkban, ezt mindenképpen le kell szögezni. A Népliget védettsége az garantált? Tehát, hogy valóban nem keveredik oda egy vagy több olyan épület, ami nyilvánvalóan diszfunkcionális lenne, bár érdekeket könnyen lehet, hogy szolgálna. Itt a Népliget esetében az jelent például problémát, hogy nagyon-nagyon változatos, tarka a tulajdonosi viszonya, tehát itt főleg fővárosi területekről van szó, de államitól kezdve egyéb önkormányzati területekig gyakorlatilag minden van. Ez nehezíti alapvetően, hogy bármilyen beruházásot megtörténjen, akár a parknak a felújítása is, hiszen minden érintettet közös nevezőre kell hozni ezáltal. Ami még oda beköltözött, az a Fradi város a töltésmenti részen, ez ugye a teljesen állami rész, de ez egy nagyon keskeny területe egyébként a Népligetnek. Nyilván lehet mérlegelni, hogy ez mennyire illik oda, vagy a sporttelep mennyire illik oda, de én azt gondolom, hogy jelenleg nem zavarja a parknak a használatát. Úgyhogy, és itt is persze szüksége van arra is, hogy olyan sportolási lehetőségek jönnek létre, amit nem csak a Fradi versenyzői használhatnak, hanem adott esetben bárki. Vannak erre egyébként pályák a Népligetben, de ezek is mondjuk felújításra szorulnak. Voltak éppen a közeljövő, hogy néz ki ebből a szempontból, tehát mi az, ami, ha úgy tetszik, a folyamatosságot, a gondoskodás szándékát jelzi? Én úgy látom, hogy egyébként a főváros, mind a főkert, mind az FKF nagyon odafigyel a parkra. Tehát amik voltak ilyen visszajelzések, hogy szemetes, meg nincs elég pad, meg rosszak, ezeket valószínűleg olyan emberek írták, akik nem igazán járnak a Népligetbe, és ilyen valamilyen sztereotípiákra alapoztak, hiszen azt látjuk, hogy olyan kicsi létszámmal, de nagyon-nagyon igyekeznek és rendben tartják a Népligetet. Mi magunk is folyamatosan szervezünk szemétszedő akciókat, tehát ezek vannak.
de gyakorlatilag egy-két kisebb gócponton kívül a partnak a 99%-a nagyon jó állapotban van, a növényzetet karban tartják, a szemetet felszedik, a kihelyezett utcabútorok is teljesen jól használhatók, hogy kiválóan alkalmas arra, hogy ide kikapcsolódni álljanak az emberek, és azt várjuk a felújítástól, hogy valóban javuljon még egy kicsikét a használatnak a feltétele, tehát ne legyenek itt, ne jelenjenek meg, nem tudom, újabb diszkók, vagy éttermek, hanem úgy lehessen használni a Népligetet továbbra is, ahogy most. Köszönjük szépen, várjuk a híreket legközelebb is. Én is köszönöm.